Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, Szedlacsik Miklósnak hívnak. Kezdjünk is hozzá, szeretném megkérdezni, ki az, aki nem elégedett azzal, amivel, amifelé halad a világ. Mi baj van a világ haladásával? Ritkán halad jó irányba. Ritkán halad jó irányba? No, akkor... Hát ugye beszéljünk akkor egy kicsit arról, hogy, mi várható a jövőben, jó? Hát mi várható a jövőben? Ki az, aki hisz valamilyen felsőbbrendű lényben, teremtő, Isten, vagy valami ilyesmi? Oké, mindnyájan. De vajon mennyire hisznek a körülöttünk lévő emberek, akik, akikkel úgy általában kapcsolatod van? Most nem a szellemileg nyitott, spirituálisan fejlett emberekre gondolj, hanem azokra, akik, átlag, aki a többség. Na most ők vajon mennyire hisznek egy olyanban, hogy, teremtő, vagy Isten, vagy valami ilyesmi? Van, aki nem, van, aki igen. Ugye a legtöbb ember, aki hisz, az ugye egyféle Istenbe hisz, nem? Az, ez a tipikus egy Isten. Aha. Egy Isten. Na most ezzel kapcsolatban van egy elv, hogy ha hatékony akar lenni egy tudatossággal rendelkező lény, ez nem feltétlenül az ember. Jó? Tehát bármilyen tudatossággal rendelkező lény, hogyha hatékonyan akar működni, akkor ott van benne a magyar nyelvünkben a hatékonyság, ahhoz hat ember kell. Azért hatékonyság. Hat ember, az azt jelenti, hogy ő a hatodik, tehát öt ember, illetve hat ember választ egy vezetőt, és a vezető öt emberrel együttműködik. Vagy egy ember létrehoz egy csoportot, és közvetlenül egy ember öt ember tud hatékonyan irányítani. Régen egy ember hat ember tudott hatékonyan irányítani, addig, míg nem volt szabad szombat. Komolyan? Mióta lett szabad szombat, egy ember csak öt embert tud hatékonyan vezetni, irányítani, ugyanis két nap az szabad nap manapság. De a hatékonyság elve az még mindig működik. Na most, az azt jelenti, hogyha egy ember mondjuk egy emberrel, tehát egy embert vezet, egy embert irányít, akkor nem lesz hatékony. De ha négyet, akkor sem lesz hatékony. De ha ötnél többet, mondjuk hatot, hetet, nem lesz hatékony. Na most akkor gondoljátok végig, akkor mennyire lehet hatékony egy olyan Isten, amelyről azt képzeljük, hogy egy ember, vagy egy értelmes lény, egy isteni lény, mondjuk egy milliárdot irányít. Vagy mit tudom én, mondjuk 5 milliárdot, vagy 7 milliárdot, mindegy. Egy. Na most, ugye a hatékonyság elvében van egy olyan dolog is, hogy még egyszer mondom, hogy egy értelmes lény hatékonyan öt embert, öt értelmes lényt tud irányítani. Tehát ötöt. Most, ha ezt tovább nézzük ezt a dolgot, akkor, azt látjuk, hogy ebben van egy bizalmi kérdés is. Tehát egy értelmes lény, az bizalommal rendelkezik. Tehát az azt jelenti, hogy bízik más hasonló értelmes lényekben. Na most, ezért, amikor irányítása alatt vannak értelmes lények, akkor a
magát a feladatot elvégezhetné ő is, csak ha ő végzi a feladatot, nem lesz hatékony. Ha nem bízik meg másokba, nem lesz hatékony. Tehát ezért feltétlenül szükséges, hogy egy értelmes lény megbízzon másokban. Más értelmes lényekben, nyilván értelmes lényekről van szó. Na most, akkor gondoljátok végig, hogy annyira elmebeteg lenne a Teremtő Isten, hogy nem bízik be meg semmilyen értelmes lényben a világegyetemben. Mert ha egy lény képtelen megbízni, hát akkor az elmebeteg. Tehát egy értelmes lény képtelen megbízni hasonló értelmes lényekben, mint ő maga, akkor az elmebeteg. Tehát ugye tudjuk azt végülis a világon mindenütt elfogadják, ahol hisznek egy olyanban, hogy Teremtő Isten, hogy a Teremtő Isten képes volt arra, hogy értelmes lényeket teremtse. Ha értelmes lényeket tudott teremteni, akkor nem tudott olyat teremteni, akiben megbízzon. Ugye ezt nem gondolja senki komolyan itt a Földön. Tehát egy alapvető dolog, hogyha értelmes lényekről beszélünk, alapvető dolog a bizalom, és ha hatékonyan együtt akarunk működni, akkor nem működhetünk párhuzamosan egyszerre túl sok lénye, értelmes lénye. Ami azt jelenti, hogy egy értelmes lénynek át kell adnia a tapasztalatait a idézőjelben beosztottjainak, és azt is át kell adnia, hogy ők is képesek legyenek további öt embert, vagy öt értelmes lényt hatékonyan vezetni. És ezt úgy kellett megtanítani, azt az öt embert, hogy ne csak arra legyenek képesek, hogy ők is hatékonyan vezessenek, hanem képesek legyenek megtanítani az alattuk lévőt arra, hogy ők is képesek legyenek átadni a tudást. Mármint ahhoz azt a tudást, hogy ők nekik is legyen hatékony vezetésük, tehát képesek legyenek öt embert vezetni, illetve öt értelmes lényt vezetni. Nem tudom, ez világosnak tűnik-e. Na most akkor ennek alapján gondoljátok végig, akik úgy gondolják, hogy a világegyetemet egy kézben tartva, közvetlen irányítva mindenkit a világegyetemben, közvetlenül irányítva, egy lény csinálna ilyet, az lenne az abszolút diktatúra. Gondoljátok végig. Mert a diktatúrában van olyan, hogy a diktátor az nem bízik senkiben. Nem? Hát nézzétek például ugye a diktátor minta példáját, ugye a orosz, hogy hívják? Nem, de hogy is ő. Már meghalt Sztálin, így van. Sztálin, nem jutott eszembe a neve. Tehát ő a minta példa. Hát gyakorlatilag ő folyamatosan írtotta az alatta lévő embereket. De nem is volt normális. Hát miért? Te már láttál normális diktátort? Vagy hallottál hírét normális diktátornak? Hát olyan, hogy normális diktátor nem létezik. Tehát akinek diktatórikus a gondolkodása, az nem normális. Így van. Az nem normális. Na most, ha megnézitek, a diktatórikus gondolkodású emberi lényeknél az mindig úgy volt, hogy közvetlenül akart mindenre rátekintést kapni. Tehát közvetlenül akart mindent irányítani. Ez fizikai képtelenség,
Hát ezért dőltek be hamar a diktatúrikus rendszerek, ezért nem tudtak működni, mert a diktátor az nem bízik senkibe. Vagy nagyon rövid ideig bízik valakibe. Na most nem tudom, ki az az elmebeteg itt a Földön, aki azt gondolja, hogy egy teremtő Istennek diktatórikus a működése. Tehát, hogyha jobban megnézitek a történelmi tanulmányotokban, ugye akkor azt látjátok, hogy a diktátorok nem igazán szerették az embereket. Nem? Ha szerették volna, akkor nem lett volna annyi ember meggyilkolva, nem? Meg nem lett volna annyi ember tömlöcbe vetve, meg stb. Stb. Na most, ugye akkor azt, ugye nem gondolja valaki gomolyan ezen a bolygón, hogy a teremtő Isten az diktátor, és nem szereti a teremtett lényeit. Na most, ha egy lény szereti a teremtett lényeit, sőt, ugye ami megnézzük, mi nem tudunk csak olyan szinten teremteni lényeket, hogy a saját gyerekünket. Végül is van részünk benne, hogy megteremtődött, nem? Ha legalábbis a test tekintetében, a lélek tekintetében ugye nem, de a test tekintetében azért, kinek van gyereke, gyerek? Oké, akkor mindjárt azt gondoljuk, nem, akinek van gyereke, hogy a testünk az valamilyen szinten belőlünk le, vagy a gyerekünk teste az valamilyen szinten belőlünk lett, nem? Hát elsősorban az anyából, mert ugye az anya hordta ki, de azért ugye közre játszott a férfinek is a mondjátok valami jó szót. Hozzájárulása. No szóval, lényeg az, hogy ha most gondoljátok végig, hogy az ember a gyerekét szereti, nem? És a legtöbb szülő az azért bízik a gyerekében, nem? Ha nem is feltétel nélkül, de bízik, nem? Sőt, a legtöbb szülő az tényleg szereti is a gyerekét, nem? Na most akkor onnantól kezdve, most gondoljátok végig, a Teremtő Istent. Tehát a Teremtő Istennek nem lenne, azt gondolja valaki a bolygón, hogy nem lenne annyi esze, hogy szeresse a teremtetjeit. Tehát a szeretet az a bizalom alapja. Tehát ugye ez a nagy baj az olyan rezgésű lényekkel, beleértve az embereket is, akik alacsony rezgésűek. Az a probléma, hogy az alacsony rezgésű lényeknél a szeretet olyan mértékben lecsökken, amilyen mértékben alacsony rezgésű. Tehát minél magasabb rezgésű egy értelmes lény, annál nagyobb szeretetet tud, tehát szeretetet hordoz magában. Tehát annál nagyobb szeretetet hordoz magában. Minél alacsonyabb rezgésű, annál kisebb ez a szeretet az értelmes lényben. Ez itt a bolygón is megnyilvánul az emberek között, ezt látjátok, hogy minél jobb állapotú egy ember, minél magasabb rezgésű, annál képesebb a szeretetre, minél alacsonyabb rezgésű, annál képtelenebb a szeretet kimutatásra, és a szeretet fogadására is egyaránt. Tehát ugye ez egy alap dolog, hogy minél magasabb rezgésű egy lény a világegyetemben, annál inkább képes a szeretet megnyilvánulására. De ezt nézzétek meg, az állatoknál is így van. Minél magasabb rezgésű egy állat, annál inkább tudja kimutatni a szeretetét. De az állat rezgése közelében nincs egy jó rezgésű ember rezgéséhez képest. Tehát ami azt jelenti, hogy például megnézed a értelmesebb állati lényeket, mondjuk a kutyát, képes szeretet kimutatásra.
De a kutya az, tehát például egy kutya jobban képes szeretet kimutatásra, mint egy macska. De a kutya az magasabb rezgésű állat is, mint mondjuk egy macska. Tehát ami azt jelenti, hogy nézd meg például egy hüllő esetében, az mondjuk mennyire tudja kimutatni a szeretetét mondjuk egy kutyához képest. Hát semennyire. Semennyire. Tehát lényeg az, hogy megértsük, minél magasabb rezgésű egy lény, annál több szeretet van benne. Világos ez? Na most, ez a baj például az alacsony rezgésű, fejlett, szellemileg fejlett lényekkel, tehát értelmes lényekkel. Az alacsony rezgésű, ugye? Az alacsony rezgésű lényeket a mitológiából, meg a vallásokból, meg a mítoszokból, ugye úgy tudtuk hallani, tehát úgy hallottuk, hogy, alvilági lények. Tehát, mit tudom én, mondtak ilyet is, hogy pokolfajzatok, stb. Stb. Lényeg az, hogy alvilági lények, de alvilági értelmes lényekről van szó, ugye? Na most akkor gondoljátok végig, hogy egy alvilági lény, ugye, amely alacsony rezgésű, tehát alacsony, alvilágú, mind a kettő allal kezdődik, ugye az lenti jelent, alacsony, tehát nem magast, alacsony rezgés, és az ilyen lények, ugye, hát a pokolfajzatok, nem arról, nem azt hallottuk a mesékben, meg a mítoszokban, meg a különböző vallási iratokban, hogy azok jó lények lennének, tehát az emberekhez jó hozzáállású lények lennének, hanem kifejezetten rossz hozzáállású lényekről van szó. Na most, tehát van egy ember mondjuk, amely alacsony rezgésű, akkor, és vezető lesz, akkor ő diktatórikusan fog vezetni. Tehát egy alacsony rezgésű emberi lény diktatórikusan fog vezetni. Tehát ha megnézitek, van nekünk egy olyan coach képzésünk, hogy hangulatjavító coach, és a hangulatjavító coachban tanuljuk a különböző hangulatoknak a tulajdonságait. Sőt, le is van írva, ezt mindenki megkapja a jegyzetben is, aki ugye már ezt a coach képzést végzi, vagy végezte. És mivel az abban a hangulatokhoz tartozó tulajdonságokban pontosan le van írva, hogy a különböző hangulatokhoz milyen tulajdonságok társulnak, az is benne van, hogy egy olyan lény, amely magas rezgésű, tehát egy olyan ember, de ez nem csak emberre vonatkozik, hanem bármilyen értelmes lényre, egy magas rezgésű értelmes lény, az nem fog például parancsolgatni, nem fog diktatórikusan működni, mert azt feltételezi, hogy azt normális hangnemben is megérti más. Na most, ahogy az embernek a hangulata romlik, bejön az a fajta működés, hogy az illető elkezd parancsolgatni. Sőt, a parancsolgatáshoz még meg is emeli mondjuk a hangját, hangerejét inkább úgy mondanám. Sőt, képes arra, hogy ordítva parancsoljon. Ugye ez a skálánkon az 1-5. Sőt, arra is képes, hogyha valaki nem csinálja azt, amit mond neki, akkor, mit tudom én, mondjuk egy apa vagy egy anya, mikor lejjebb megy a skálán, és a gyerek nem azt csinálja, amit
az anya vagy az apa szeretne, akkor a szülő mihez fordul? Először elkezd ordítani, majd ha ez se használ, elkezdi verni a gyereket. Na most amikor csak ordít, akkor a skálánkon kettes, amikor már üti is a gyereket, akkor a skálánkon, a hangulati skálánkon ez már 1,5. Ugye az ordítás az az ellenséges, a verés pedig az 1,5 a harag. Tehát ami annyit jelent, hogy egy diktatórikus hajlamú ember az gyakorlatilag 2-1-5 körül működik. Tehát harag, ellenségesség. És úgy irányítja az embereket. Na most egy haragos, ellenséges, értelmes lény, az pedig letaszítja az embereket a félelem szintjére, hogy könnyedén irányítsa. Ilyen volt Sztálin is, ilyen volt Hitler is. Hogy a népet letaszította a félelem szintjére, és gyakorlatilag mondjuk Hitlert megnézitek, ordítva vezetett. Tehát most gondoljátok végig, ugye ezt nem gondolja senki komolyan, hogy a Teremtő Isten hasonlóképpen működne. Hogy diktatórikus vezetése lenne. Na most, ha Teremtő Istennek nincs diktatórikus vezetése, akkor mivel teremtette a lényeket önmagából, ezáltal ugye hasonló értelmes lényeket teremtett belőle magából, mint önmaga. Hát ha magából adta, akkor hasonló önmagához. Na most, ha hasonlókat teremtett, akkor ki van csukva, hogy azok a lények, tehát azokban a lényekben, amelyeket teremtett, ne bízzon meg addig, ameddig az ellenkezőjét erre, ezt nem nyilvánítják ki. Nem tudom, világos-e. Tehát ugye addig bízhat a teremtett lényeikben, amíg az ellenkezőjét nem bizonyítja. Világos ez? Tehát ez egy alaptanítás, hogy addig, míg egy emberi lény, tehát mondjuk találkozol valakivel, addig, míg nem bizonyítja az illető az ellenkezőjét, feltétel nélkül kellene benne bízni. Na, a Teremtő Isten ezen az alapon működik, de ő egy nagyon magas rezgésű lény. Ezért ugye az összes teremtett lényében, amelyik követi a Teremtőt, abban mind bízik. Annak a feltétele, tehát a bizalom feltétele, a Teremtő Isten bizalmának a feltétele, hogy követik-e őt, vagy sem. Tehát még egyszer, az ő bizalmának a feltétele az, hogy követik-e őt a teremtett lényei, vagy sem. Világos ez? Hát nem nagyon bólogattok. Van, aki elfelejt bólogatni. Akkor nem érted? De csak azért, mert ez egy nagyon fontos gondolat. Jó? Tehát, ha nincs bizalom, akkor azért nincs, tehát egy vezető részéről, ha nincs bizalom, mondjuk egy teremtő részéről, ha nincs bizalom, azért nincs, mert az a személy nem követi. Érted? Nem követi azt a szemét, aki bízik benne. Világos ez? Na most, ugye a világegyetemben elég sokan a Teremtőtől elpártoltak, annak ellenére, hogy a Teremtő hozta őket létre. Nem feltétlenül a testről beszélek, mert testet alacsonyabb szintű teremtők is tudnak teremteni.
illetve alacsonyabb szintű istenek is tudnak teremteni. Sőt, már lassan ott tartunk, hogy az ember képes testet teremteni. Világos ez? Tehát a test teremtéséhez nem szükséges teremtő Istennek lennie valakinek. Tehát alacsonyabb szintű istenek, teremtők is képesek testet teremteni. Lelket viszont csak a teremtő Isten volt egyedül képes, és továbbra is csak ő képes. Na most, van egy olyan gond, hogy akkor úgy most már értitek, hogy minél magasabb valakinek a rezgése, egy értelmes lényről beszélek, annál több szeretet lakozik benne. És a bizalom alapja az, hogy követik-e őt, akiben a teremtő bízik, vagy nem követik. Világos ez? Ha nem követik, akkor a bizalmat leállítja. Ezért a világegyetemben vannak olyan teremtett lények, akik nem követték a teremtőt. Sőt, olyanok is, akik fellázadtak a teremtővel szembe. És elszakadtak abból a társadalomból, amit a teremtő hozott létre. Ezt lehet most már több szinten a világegyetemben megtalálni, ami azt jelenti, hogy saját társadalmakat hoztak létre. Ennek köszönhetően, mivel megszüntette a bizalmat feléjük a Teremtő Isten, a rezgésük lecsökkent. Miért? Nagyon egyszerű, nézd meg magad, tehát ami itt a Földön, az a világegyetemben, tehát ami kicsiben, az nagyban. Ha elkezdesz mondjuk egy családtagodat nem szeretni, csináltál már ilyet, akkor a családtagodnak elkezd a rezgésre lejjebb menni. Világos ez? Nézd meg! Tehát most családtagról beszélek. Tehát ha kezded nem szeretni a családtagodat, vagy nem úgy szeretni, mint előtte, akkor az ő rezgése lejjebb megy. Világos ez? Tehát ez a bizalom, szeretet, ez összetartozik. Ez két összetartozott dolog. Tehát akkor van bizalom, ha van szeretet. Akkor van szeretet, ha van bizalom. Jó? Tehát ez a kettő összefügg. Ezért van az, hogy a diktátorok azért nem bíznak az emberekben, mert nem szeretik őket. Miért nem szeretik? Mert alacsony a rezgésük. Tehát mondhatnánk, hogy ez egy hármasság, ezt írjuk is föl, ez egy nagyon fontos hármasság, jó? Tehát az, hogy rezgés, hát ide tartozik a hangulat a rezgésbe, bizalom, és mi volt a harmadik? Szeretet. Tehát rezgés, bizalom, szeretet. Mi a csúcsa ennek a háromszögnek? Nem. Szeretet. A szeretet. Mert a rezgés, tehát a rezgés, tehát a szeretetet megvonod, akkor csökken a rezgés. Világos ez? Tehát szeretet.
a bal sarka, a bal alsó sarka az a rezgés, a jobb alsó sarok az a szeretet. A bizalom, bocsánat. Bizalom. Jó? Aha, így van. Tehát, amikor a teremtő megvonta tőlük a bizalmat, tehát bármelyiket megvonod, csökkented, a másik kettő csökken, ha megnézed. Tehát a teremtő megvonta tőlük a bizalmat, ezáltal csökken nekik a rezgésük, és csökkent a szeretet is. Így van. Különböző mértékben vannak lények a világegyetemben, társadalom szinten. Hát ezt úgy képzeld el, hogy galaxis szinten. Tehát nem naprendszer, hanem sok naprendszer együtt, az egy galaxis. Tehát galaxis szinten úgy képzeld el, hogy külön váltak tehát a különböző rezgésű lények, és vannak olyan rezgésű lények, amely továbbra is a teremtő Isten, nyilván a többség a világegyetemben, a teremtő Istenhez tartozik közvetlenül, de annak az a feltétele, tehát még egyszer mondom, hogy követés, bizalom. És akkor ez megint egy hármasság, mert szeretet. Tehát követés, rezgés, követés, bizalom, szeretet, az megint egy hármasság, ha jobban megnézed, mert akkor bízik valakiben, ugye a teremtő Isten, ha az a személy követi őt. Világos ez? És, de szeretet nélkül gyakorlatilag nem fog, nincs bizalom. Világos ez? Na most, ha megnézed ezt a hármas, a két hármasságot, ha megnézed, a diktatúrákban nincs meg. Világos ez? Na most, a diktatúrákban miért nincs meg? Mert alacsony a rezgés. Oké? Na most, az alacsony rezgésű fejlett szellemi lények, mint például az alvilági lények, az a probléma, hogyha valaki eladja a lelkét, akkor bekerül egy ilyen társadalmi formába, egy alvilági társadalmi formába. És ott nincs más működés, csak diktatórikus. Tehát a diktatúra után már csak egyféle működés van lefele. Azt úgy hívják, hogy anarchia. Világos ez? Tehát, hogyha a társadalmi berendezkedőzést, szinteket megnéznénk, akkor ugye úgy jön neki, hogy legalul van az anarchia, a fölött van a diktatúra, a fölött van a demokrácia, és a fölött van, tehát ha megnézzük a demokráciát, szükséges a hatalmi intézkedés a demokráciákban. Tehát a demokrácia az nem egy tökéletes társadalmi forma. Tehát egy tökéletes társadalmi formában mindenkinek tennie kellene a saját dolgát, önmagától. Persze,
egy közös cél érdekében, az nem kérdés. Tehát az azt jelenti, hogy az egész társadalom egy közös cél érdekében tevékenykedik. Világos ez? És ezt pedig úgy hívják, hogy ez másként nem tud működni, ezt úgy hívják, hogy hierarchia. Tehát ahol mindenki a hierarchiának megfelelő szintjén teszi a dolgát. És nem parancsuralmi rendszer, és nem is hatalmi rendszer alapján. Tehát a hierarchiában úgy képzeljétek el, hogy mondjuk ha van egy választás, akkor 6 ember választ egyet. Nem, mit tudom én, 1000 választ egyet, vagy 10000 választ egyet, hanem 6 választ egyet. És ha az az egy nem teljesíti a feladatát, akkor újból összeülnek és választanak egy másikat. És ezt úgy képzeljétek el, hogy mindig, tehát 6 választ egyet, majd megint csak 6 választ egyet, majd megint csak 6 választ egyet, és így megyünk fölfele. Akármilyen hihetetlen, ha ezt végigcsinálod ezt a számot, Magyarország lakossága az bőven az 5-be vagy a 6 szintbe belefér. Kína is vagy 7 vagy 8 szint. Értitek? Tehát mondjuk Kína lakossága az 1 milliárd ember, az gyakorlatilag valami 8 szinten elfér. Tehát ami azt jelenti, hogy mindenki mondjuk egy területhez kapcsolódóan, csak most mondtam példaként, 6 ember választ egyet. Akkor kiválasztódnak, tehát az 1/6 kiválasztódik. Akkor az 1/6 választ megint, ugye megint területileg 6 választ egyet. Akkor már az 1/6 az 1/6 lesz. Tehát gyorsan osztódik ez. Oké? És a végén marad 6, amely választ egyet. És ez pitty-putty ugyanolyan gyorsan meg lehet választani gyakorlatilag, mint egy mostani választásoknál. És sokkal olcsóbbba kerülne. Csalás meg ki van zárva, nem lehetne csalni, mert a 6 választ egyet. Oké? És nem titkosan, nyíltan. Tehát a 6-ok mindig nyíltan válasszák azt az egyet. Világos ez? De lehet egyébként titkosan is, de minek? No szóval, lényeg az, hogy hát ez egy egész másfajta társadalmi forma. Oké? És ez a korrupciót teljes egészében kizárja. No, most gondoljátok végig, hogyha valaki bekerül, mert eladja a lelkét, mert a fogyasztói társadalom arra van építve, hogy az emberek eladják a lelküket. Ha valaki eladja a lelkét, és nem gondolja meg félúton ezt a kérdést, hanem tényleg eladja a lelkét az ördögnek, ugye, egy alacsony rezgésű értelmes isteni lénynek, akkor onnantól kezdve ő bekerül egy totális diktatúrába. Láttál már olyan totál, vagy hallottál róla, vagy tanultál róla olyan totális diktatúráról, vagy egyáltalán diktatúráról, ahol szabadságról lehetett beszélni? Tehát diktatúrában olyan, hogy szabadság nem létezik. Tehát nincs. És minél alacsonyabb rezgési diktatúráról beszélünk, vagy diktatórikus vezetőkről beszélünk, annál inkább nincs szabadság. Ez azt jelenti, tehát egy olyan ember, amelyik eladja a lelkét,
akkor gyakorlatilag bekerül egy olyan fajta létformába, tehát ő többet nem születik embernek. Tehát aki eladja a lelkét, az többet embernek nem születik. Az alvilági lények azokból a lelkekből születnek, akiket el tudnak a földi emberektől rabolni. Tehát ők úgy tudnak szaporodni, hogy tőlünk, emberektől rabolják el a lelkeket. Egyszerű az a rablás, mert nem tudnak lelket rabolni. Úgy tudnak lelket rabolni, hogy az embereket késztetik az anyagi függőségbe, tehát elérik az embereknél, hogy minél nagyobb anyagi függőségbe legyenek, minél inkább elkötelezzék magukat az anyag mellett, utána megvásárolják a becsületüket, tehát megvásárolják a becsületüket, tehát onnantól kezdve az illetőnél olyan, hogy becsület, tisztesség nem fog létezni, tehát a tisztességét, becsületét megveszik, és gyakorlatilag neki azt kell csinálni, amire megvették őt, nem tudom világosan. És mivel megvásárolták a tisztességét és a becsületét, gyakorlatilag az illető ekkor adta el a lelkét, mert a léleknek alapműködése az tisztesség, becsület. Alapműködése. Ha egy lélekkel szemben ilyet csinál egy ember, akkor gyakorlatilag eladta a lelkét. És ha egy emberi lény eladja a lelkét, akkor bekerül egy alvilági létformába, és többet nem lesz ember. Ezért van vallási iratokba írva, hogy aki bekerül a pokolba, alvilágba, azonnal nem tud kiszabadulni. Világos ez? Hát hogy szabadulna ki, ha nem egy mennyországbéli körforgásban van, hanem egy alvilági körforgásban is, mivel ezt ő választja. Mert mindenki saját maga választja azt, hogy etikus vagy etikátlan. Hogy becsületes vagy becstelen. Hogy tisztességes vagy tisztességtelen. Hogy erkölcsös vagy erkölcstelen. Ez mindenkinek a saját döntése, nem egy másik személy döntése. Világos ez? Mondok példát, hogy megértsétek. Az első világháború után, illetve végén lettek vesztes államok. Ugye az egyik vesztes állam az Németország volt. És Németországot úgy akarták lezülleszteni, szó szerint, a német lakosságot, hogy a világ legnagyobb ilyen pornó szex, így van, pornó szex területét hozták létre akkor a világ legnagyobb. És gyakorlatilag sehol nem volt annyi piros lámpás ház, mint Németországban. Na most, nyilvánvaló, hogyha egy területen elszaporodik a prostitúció, igen, köszönöm szépen, akkor nyilvánvaló, hogy ez erkölcsi romlást jelent, de ez további romlást jelent, ez etikai romlást is jelent, tehát a becsület, a tisztesség az lecsúszik az emberek részéről. Na most, ekkor megjelent Hitler, és azt ígérte, hogy ezt ő rendbe rakja. De a társadalom az már lecsúszott. És ezért tudta megcsinálni a társadalommal azt, amit meg tudott csinálni, hogy rá tudta venni a társadalmat, hogy kövessék őt a háborús
cselekményekben. Na most, ha egy olyan társadalom lett volna, amely magas rezgésű lett volna, vagy magasabb rezgésű, mint akkor volt a német társadalom, akkor ezt nem tudta volna avval a társadalommal megcsinálni. Világos ez? Tehát csak az azért tudta avval a társadalommal megcsinálni, mert levitték a társadalomnak a hangulatát, és erkölcsét, és tisztességét egy nagyon alacsony szintre. És ha egy embernek leviszik a tisztességét egy alacsony szintre, akkor könnyen rá lehet venni, hogy menjél és öld meg a szomszédaidat. Hát most az, hogy a közvetlen szomszéd, vagy mit tudom én, egy szomszédos ország állampolgárai, akkor ebből a szempontból most részletkérdés. Érted? Tehát magas rezgésű embereknél nem lehetett volna rávenni őket, hogy menjenek és gyilkoljanak, érted? Tehát amikor én katona voltam, ha engem arra akartak volna rávenni, hogy öljek, akkor először ezt tettem volna el a láb alól, aki erre parancsot akar adni. Érted? De nem úgy csináltam volna, hogy, hogy azért meghalljon, de hogy ne tudjon többet parancsolgatni, az volt biztos. Szóval a lényeg az, hogy egy normális társadalomban nem lehet embereket arra rávenni, hogy menjenek és gyilkoljanak. Tehát aki elmegy katonának, ugye sokan azért mennek el katonának, mert jó fizetnek a katonaságnál. Jó, ez egy dolog, ez az ő dolga. De amikor ugye el kell menni gyilkolni, na az már egy más minőség. Az már nem pénzkérdés. Az már erkölcs, etika, tisztesség, becsület kérdése. Érted? Ami annyit jelent, hogy akik hajlamosak arra, hogy gyilkoljanak, tehát most mindegy, hogy parancsra gyilkol az ember, vagy belső indítatásra, akkor az nem jó állapotú ember. Világos ez? Tehát most gondoljátok végig, hogy miben hisztek, kiben hisztek. De van egy, mármint úgy értve, hogy felsőbbrendű lényben. Milyen szintű felsőbbrendű lényben hisztek? Tehát egy olyan lényben, tehát igazából én azt mondanám, hogy két felsőbbrendű lényben lehet hinni. Ha személyben hiszel. Az egyik a Teremtő Isten. A másik a te teremtőd. Amelynek tehát akinek köszönhetően te leszülettél. Érted? Ha ő nem járt volna közbe, akkor te nem születtél volna le. Ha ő nem intézte volna azt, hogy mondjuk megmentsenek. Hányszor fordult már olyan elő az életedben, hogy gyakorlatilag megmentettek? Gondold végig. Tehát, ha nem lettél volna megmentve, akkor már nem élnél ebben a testben. Tehát a te teremtőd arról is gondoskodott, hogy egy védelemben legyél. Tehát védelmezve legyél. Tehát, hogy idő előtt ne dobd fel a talpadat. Na most, ezt nem a Teremtő Isten csinálja, hanem az az Isten, aki
elbeszélgetett a lelkeddel arról, hogy hát le kellene már születni. Bár te azt mondtad, hogy igen jó itt a létközi állapotban. Mert még emlékeztél az előző életedre, amiben ugyancsak nem érezted jól magad. És gondod volt azzal, hogy hát hogy most se biztos, hogy jól fogod magad érezni. És tudod, miért nem érzed jól magad ebben az életben? Mert az elfogadásoddal gond van. És elfogadni nem tudsz, csak a jelenben. A múltban nem tudsz elfogadni, mert az már elmúlt. A jövőben nem tudsz elfogadni, mert az még nem jött létre. Elfogadni csak a jelenben lehet. Tehát ahhoz, hogy az ember jobban érezze magát a saját bőrében, meg kell tanulnia a jelenben lenni, és a jelenben a jelen eseményeit, történéseit, megjelenéseit elfogadni. Úgy, ahogy történik. Úgy, ahogy van. Úgy, ahogy az megjelenik. És ha az ember ezt megcsinálja, akkor képes jól érezni magát a bőrében. Ha erre képtelen, akkor ne csodálkozzon, hogy mindenféle problémát fog észlelni, érzékelni. Oké? Na most ezt hogy kell megcsinálni? Ez, hát két dolog kell. Kell tudás, és kell csapat. Oké? Na most ezt hol lehet megszerezni? Itt nálunk. Itt nálunk lehet megszerezni. Miért, mennyiért lehet megszerezni? Bárki számára elérhető ez az összeg, ha nem vacilál. Oké? Itt minden érted van, azért, hogy egy szellemi fejlődésen tudjál keresztül menni, mert a bolygón a legnagyobb feladat az, hogy az embereket olyan tudáshoz és képességekhez juttassuk, amely által képesekké válnak szeretetben, békében és boldogságban élni. Ehhez az kell, hogy képes legyél az élethelyzeteidet helyesen kezelni, problémáidat megelőzni, netántán megoldani, célokat megvalósítani, stb. 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 Egy komplett olyan rendszert kapsz tőlünk, ahol erre lehetőséged van. Ha bármi további információra lenne szükséged, akkor kérdezd azt a szemét, aki meghívott, illetve azt a szemét, akinek a csoportjába tartozol. Ezeket úgy hívjuk, hogy, illetve őket úgy hívjuk, hogy vezető vagy igazgató. Várunk benneteket szeretettel, várunk téged szeretettel itt a közösségünkben, amit úgy hívnak, hogy PPH, és a PPH-nak a képzés sorozata, az pedig a Nyílt Akadémia keretein belül folyik. Köszönöm szépen a figyelmeteket, 20 perc szünet után szervezett vezető coachképzésünk fog folytatódni, egészen 3-4-8-ig. További szép estét, jó tanulást mindenkinek, szeretlek benneteket, sziasztok!